2012 év végéig a bejelentési kötelezettség csak az 1 hektár feletti földhasználatra vonatkozott, ám 2013. januárjától bővült a földhasználati nyilvántartásba bejelentendő földhasználatok köre, így most már az 1 hektár alatti földterület használatát is be kell jelenteni. Nagyon sok félreértés volt abból, hogy ténylegesen milyen területeket kell bejelenteni. Erre igazából a legegyszerűbb választ akkor kaphatják meg a földhasználók, hogyha előveszik az ingatlanok tulajdonlapjait, és megnézik azt, hogy milyen művelési ág van ott nyilvántartva. A bejelentési kötelezettség kizárólag akkor érinti őket, hogyha ezen a tulajdonlapon azt találják, hogy ez az ingatlan szántóként, szőlőként, gyümölcsösként, kertként, rétként, gyepként, legelőként, nádasként, fásított területként vagy halastóként van nyilvántartva. Egy-egy földterület nyilvántartásba vétele eddig 6000 forint volt, ám ha a bejelentés 20 vagy annál több földrészre vonatkozott, akkor már 12000 forintot kellett fizetni. A változások azonban a díjakat is érintették, a kötelezettségnek most már díjmentesen lehet eleget tenni az illetékes földhivatalnál. Én több tábla gyümölcsöst örököltem édesapámtól, és földhasználat bejelentő lapot kell kitölteni. Régivel érkeztünk, és most tudtuk meg, hogy ez nem jó, és akkor az újat most töltjük ki. A megyei kormányhivatal földhivatalában folyamatosan váltják egymást az ügyintézésre várók. A hivatal munkatársai arra hívják fel a figyelmet, a földhasználattal kapcsolatos bejelentések véghatárideje a közeljövőben törvénymódosítás keretében kerül meghatározásra. Aki 2012. december 31-ig szerepeltek a földhasználati nyilvántartásokban, azoknak egy adatközlő bejelentésre van szükség. Ennek az a lényege, hogy be kell jelenteniük a személyi azonosítójukat, ami döntően a 2000 előtt születetteknél az 1-es és 2-es számmal kezdődő azonosító számsor. 2000 után ugye már vannak 3-assal és 4-essel kezdődő számsorok is. Tehát ezt a személyi azonosítót kell bejelenteniük, illetve az állampolgárságot. Gazdálkodó szervezet esetében pedig a statisztikai azonosítót. A már regisztrált földhasználóknak március végéig kell eleget tenniük bejelentési kötelezettségüknek. Az adatközlés számukra is ingyenes.